Ez a híradó itt a Pápavárosi Televízióban, köszöntöm nézőinket! 2022. novemberében a Magyar Posta ZRT az ország másik 365 szolgáltatási helyével együtt a Tapolcafői Posta Hivatalt is bezárta. Mától más formában és korlátozott tevékenységgel, de újra van postai szolgáltatás a település részen. Egy magánvállalkozás postapartnerként végzi a tevékenységet. Ebben a főutcán található kis vegyesboltban érhetők el mától Tapolca fönn postai szolgáltatások. A csatolt településen múlt év novemberében szüntette meg a postahivatalt a Magyar Posta ZRT. Most egy magánvállalkozónak sikerült postapartnerré válnia. Nagyon sokat beszélgettünk a falubeli emberekkel, és előkerült nem egyszer a szó arról, hogy a posta hiányzik nekik beledzárva. Elkezdtünk gondolkodni, hogy megoldható lenne egy postanyitás adott esetben, utána jártunk, és postapartnerek lettünk. Mindehhez a technikai berendezéseket, a szükséges eszközöket biztosítja a Magyar Posta ZRT? Részben volt, amit nekünk kell, saját magunk megvenni, de az, amiért biztosítja a posta. Az üzlettulajdonosnak egy postaforgalmi tanfolyamot is el kellett végeznie, de gyakorlott szakember dolgozik a pult mögött. Postának az alkalmazottját sikerült átvennünk, mellette többen végeztünk el tanfolyamot. A vegyesboltban a postai alapszolgáltatások érhetők el. Nálunk egy kicsit korlátozottabb a szolgáltatás, igazából csekkeket lehet majd nálunk feladni, leveleket lehet feladni, illetve csomagokat lehet feladni, átvenni. Ugyanúgy, mint az ATM-eknél lehet majd pénzt felvenni, illetve befizetni nálunk. A hétköznap délelőttönként biztosított postai szolgáltatások mától vehetők igénybe Tapolca fönn. Mint megtudtuk, már a nyitáskor volt ügyfelük. Voltak, igen, a legelső ügyfelünk fél órát várt, mert egy kicsit kalamajkás volt a nyitásunk. Mit intéztek? Milyen ügyeket ma? Csekkeket adtak föl, illetve volt levélfeladásunk már. A település rész lakói örülnek, hogy a postai alapszolgáltatások ismét elérhetők a faluban. Megmondom őszintén, nagyon örülünk neki. De nem csak én, hanem biztos nagyon sokan. Még a fiamék is, pedig hát ők azért fiatalabbak, de nagyon örülünk neki. Jó volt, hogy kitalálta ez a fiatal ember. Ön milyen ügyeket szokott intézni a postán? Hát mondjuk én megmondom őszintén, a fiam intézi az ügyeket. És milyen típusú ügyeik vannak, ami a postára tartozik? Hát a pénz. Marika néni úgy fogalmazott. Sok tapolcafői életét teszi könnyebbé, hogy újra van posta a faluban. A nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából tartott ünnepi állománygyűlésen Dékány Balázs rendőrezredes, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője elismeréseket és jutalmakat adott át. Az ünnepi alkalmon több pápai rendőr munkáját is elismerték. Szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítésért soron kívül rendőrtörzászlóssá léptették elő Kovács Zoltán rendőrzászlóst, a pápai rendőrkapitányság körzeti megbízottját, és rendőrzászlóssá léptették elő Kovács Piroska rendőrfőtörzsőrmestert, a kapitányság referensét. Elismerésben részesült Ugi István Károly rendőrfőtörzsőrmester, pápai helyszínelő és balesetvizsgáló. Az ünnepi állománygyűlésen Regdon László rendőrezredes, a pápai rendőrkapitányság vezetője, eredményes munkája elismeréseként jutalmat adott át Császár Marcell rendőrfőtörzsőrmesternek, határrendészeti szakértőnek. Dr. Balogh János rendőraltábor nagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány 2023. október 1-jei hatállyal kinevezte rendőrhadnagynak Kertész Richárd rendőrtörzsőrmestert, aki a pápai kapitányságon nyomozó tisztszolgálati beosztást tölt be. Újra egyféle méretű, négyféle színű tardosi mészkőkockákkal dolgoznak a kivitelezők a felújítás alatt álló Kossuth utcán, hiszen a járda területét ilyen burkolókból építik meg. A mesterek a páros oldali járda és az úttest területének elkészítése után a páratlan oldal megépítésénél tartanak. Itt a járófelület mellett három növénykazettát is kialakítanak. Ilyen ládákba ültetik majd a facsemetéket a Kossuth utcán kialakítandó növényszigetekbe. Három belőlük már a helyszínen várja, hogy a végleges helyére kerüljön.
A kivitelezők jelenleg a páratlan oldali járdát burkolják. A 15x15 cm-es tardosi mészköveket a Petőfi utcai torkolatnál kezdték el lerakni az üzletek előtt. Az építők a boltok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítják, csupán a frissen lerakott és kifugázott felület esetében kell a kötési időt megvárni, ám a kereskedelmi egységekkel való rendszeres egyeztetésnek köszönhetően eddig ez zavartalanul működött. A páratlan oldalon a teljes beavatkozási területet felbontották már, és közel 50 négyzetméter járda felületet borítanak már az őszi lombszín hatást nyújtó négyféle színű tardosi kövek. Töklámpások készítésére buzdították a családokat az elmúlt héten az Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskolában. Még kedden is érkeztek a tökéletes alkotások, melyekből kiállítás nyílt az aulában. A szülők és gyermekek kézügyességéről és kreativitásáról tanúskodik, mindegyik elkészült remek mű. Összesen 83 töklámpás sorakozik az Erkel iskola aulájában. Múlt héten tökfaragó versenyt hirdettek az intézményben, s nagyon sok család ragadott tököt és kést, sőt festéket és egyéb kellékeket is. Bár a töklámpás készítést sokan a Halloween hagyományához kötik, vannak magyar gyökerei is a legenda szerint, mondta Heizer Zoltánné intézményvezető. Igaz, egészen az Árpád korig kell visszamennünk az időben. 1081-ben ugyan elismerte Salamon Lászlót magyar királynak, cserébe megtarthatta a királyságát, vagy a királyi címét, de úgy Isten igazából ő a trónra vágyott, és a királyi udvarban ő azért ilyen terveket szövögetett. És biztonság kedvéért László a Visegrádi vár tornyába záratta Salamont, és meghagyta az őröknek, hogy minden éjszaka töklámpással világítsák meg a tornyot, hogy lássák, figyelemmel tudják kísérni a rabot. Innen származik ugye a közmondás is, vagy a szólás is, hogy fénylik, mint Salamon töke. Az erkelesek lámpásai is világítanak, valóban nagyon látványos a sok szép darab. A szervező Lombosi Anikó tanárnő volt. Eleinte úgy gondoltuk, hogy megversenyeztetjük ezeket az alkotásokat, de amikor láttuk, hogy csodálatosabbnál csodálatosabb tökök érkeznek, akkor arra jutottunk, hogy nem fogunk győztest hirdetni, hanem mindenki kap valamilyen ajándékot. Egyetlen egy győztesünk lett, a legtökösebb osztályt azért megválasztottuk, ők a negyedikások lettek, akik a legtöbb alkotást hozták. A negyedik osztály összesen 15 tökös alkotással nevezett. Mindenki hozhatott tököt, és megmutatott, hogy mit tud csinálni. Holzinger Martin 3 darabot is készített, 2 manót és 1 hegedűt. Buda Tünde elmondta, hogy most először jelentkezett versenyre, mert nagyon megtetszett neki a felhívás. Egy különleges vudu fejet faragott édesanyjával. Anyukám így megrajzolta, és utána kifaragtuk. Nehéz volt? Igen. Somlóvári Fanni egy baglyot mintázó töklámpást készített, Borbély Luca pedig vudu babát. Mező Kamilláé volt az egyik legszínesebb töklámpás, egy bébi Yoda. Kivágtuk a tetejét, és kiszedtem a belsejét, utána fölrajzoltuk a mintát, és egyesével kivágtuk, utána leraktuk újságpapírra, és befestettük kékre. És raktunk bele fénysort, meg a tetejében ilyen növényeket. A kiállítás péntekig tekinthető meg az iskola aulájában. A pápai rendőrkapitányság büntető eljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 26-án 15 óra 30 perc után a Mezőlak és Pápa közötti nyílt vasúti pályatest mindkét sínszálára bazalt köveket és faléceket helyezett el, ezzel veszélyeztetve a vasúti közlekedés biztonságát és a vasúti szerelvényen közlekedők életét, testi épségét. A pályaszakaszon közlekedő vonat a mozdonyvezető figyelmének köszönhetően nem ütközött a tárgyakkal, anyagi kár nem keletkezett, és személyi sérülés sem történt. A rendőrök a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény büntet elkövetése miatt indított eljárásban kérik a lakosság segítségét.
akik az eset körülményeiről információval rendelkeznek, jelentkezzenek a Pápai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán személyesen, telefonon a 06 89 313 153-as hívószám 4183-as mellékén, vagy tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 06 80 810 107-es telefontanú zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámon. Kedves nézőink, híreink végén most nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A Pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint csütörtökön többnyire erősen felhős borult lesz az ég, de napközben átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Estétől újra teljesen beborul az ég, és ekkortól már eső is várható. A gyenge déli szél délután átmenetileg megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 17 és 19 fok között alakul, este pedig 14-16 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Pápavárosi Televízióban szerdán. Köszönöm figyelmüket. Nézzék továbbra is a műsorunkat. Viszontlátásra!